Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Ikerláng, szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirien számára. Kedves Mirien, üdvözöllek téged. Te úgy írtad nekem, hogy köztetek van egy ikerláng szerelem, én is úgy érzem, hogy ez a lelki kapcsolat, ezek a mély érzések vannak nálatok, és ennél a jóslásnál most megnézzük, mi kapcsol össze titeket, mit tudsz tenni ezért a szerelemért, hogyan tovább. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya, ez a tolvaj mutatja. Ne félj semmitől, itt nem bűncselekményről és nem is lopásról van szó, hanem te elveszítesz valamit. És mivel itt a háttérben ez a sötét, árnyékos kép a félelmekre utal, ez most, ami befejeződik nálad. Tehát ennek a képnek, ennek a kártyának van egy jó, számodra jó közlése. A hetes szám a hold energiájával áll összefüggésben, és a hold energiája szimbolizálja a lelki dolgokat, az érzelmeidet, a vágyaidat, a reményeidet és az álmaidat. Te megismerkedtél ezzel a férfival. Ő kiváltott belőled valamit, valami megváltozott nálad, és hogy gondolkodsz el ezen? Azt mutatja itt ez a lovas hintó, és mint ez a férfi itt irányít valamit, a kezedbe kell, hogy vedd a dolgokat, és mutatod, hogy melyik irányba kell, hogy mozogjanak az események. Itt vannak változások. Itt kell az irány. Vagy a fehér ló mutatja, ez lenne az egyik irány, vagy ez a fekete ló, az lenne a másik irány. A kártyáknak van szimbolikus jelentése. A fehér ló az mutatja a pozitív érzelmeket, a biztonság érzetét, a hitet, a szeretetet, és úgy megy előre minden. Van itt egy tisztító hatás is. Ez a fekete ló az mutathat a félelmekre. És ha félelmek vannak, meg bizonytalanságok, akkor úgy megállnak az események, és megáll ez a hintó. Tehát fontosak az érzelmek, és higgy ebben a szerelemben. És az érzelmeidet nem csak ez a hintó, ez az irány mutatja, hanem ez a fiatal férfi, vagy egy fiatal kapcsolat, én úgy gondolom mindkettő, a kezében van ez az arany pokál, és az szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme mutatja az érzelmeket. Ez a férfi szeret téged, és ezt te érzed is, ezeket a mély érzelmeket. A sorsok könyve, kármikus témák, mind az, amit átéltél a múltból. Gyakran ezeknél a kapcsolatoknál arról van szó, hogy ismeritek egymást a korábbi életből, és van egy ilyen lelki kapcsolat. És ez a kártya erre a lelki kapcsolatra utal, mert ez a kerék a sors kerekét szimbolizálja. És te veszed kezedbe a dolgokat, te irányítod azt, hogy a sors utad abba az irányba mozogjon, ami neked kellemes. Az egyetlen, ami ezt a kereket fékezi,
ez az irány, itt a háttérben ez a szürke fal a félelmeket szimbolizálja. Mindkettő a félelmeket szimbolizálja. És ha félelmeid vannak, vagy bizonytalan vagy, akkor a sors kereke megáll. Megállnak az események. És mi segít neked abban, hogy jóra forduljanak a dolgok? Vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el a negatív érzelmeket, mint például félelmek vagy bizonytalanság, és ha ez sikerül, mint ahogy a fő angyal Mihály is megszabadít bennünket a kardjával a félelmektől, ez számodra egy megújulás, és a levegő eleme adja neked akkor a könnyűséget. Mindazt, ami nehéz volt az életedben, azt úgy magad mögött hagyod. És mi lesz a következő lépés? Nem lehet tudni, ezt mutatja itt ez a kártya, holott a nulla szám az ötleteket, a terveket mutatja, de nem a lépéseket, nem a tetteket, ahhoz, hogy előre menjenek az események, hogy újra találkozzatok, hogy legyen itt egy lehetőség, kell, hogy lépést tegyél, akkor is, ha minden olyan bizonytalannak tűnik. Mi az, amivel a sors téged megleckésztet, vagy mit kell, hogy tanulj? Ezt mutatja itt ez a torony, ahol minden úgy összeomlik. Gyakran ez kell az életben, hogy legyen valami új, és kettőtök között megvan ez az új kezdet. Megváltozik az életed, és vágj bele ebbe a kapcsolatba, akkor is van bizonytalannak tűnik, mert, ahogy a képek mutatják, ő a te lelki társad. Ez egy ikerláng szerelem. És mi az ő leckéje, mit kell, hogy megtanuljon, azt mutatja itt ez a kép. Mint ahogy ez a lány nagyon szomorú, valamit elveszített, vannak ilyen sebzett érzelmek, az is lehet, hogy félelmek vannak az anyagiak miatt. És ez, ami nála így a középpontban áll, mert a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései, és ez a kislány mutatja az ő tartását. Tehát nem a veszteségeket, a félelmeket kell kézbe venni és azt nézni, hanem ami a háttérben van. Ez a szent kép itt a háttérben, ahol minden rendben van. És ez utal az anyagiakra, utal az ő cégére, utal a ti párkapcsolatotokra is, mert ez számára értékes. Egy más irányba kellene neki tekinteni. Az ő jelenlegi helyzetét ez a szerelmes pár mutatja, nem csak a kép, hanem a kelyhek, a víz elemére, az érzelmekre utal. Ez a férfi beléd szeretett. Ebbe biztos lehetsz. És mik az ő gondolatai? Ezt mutatja itt ez a hölgy, ez te vagy, és az oroszlán jelképezi a bátorságot, az erőt. Te adsz neki erőt, és ebben ő biztos, mert ezen ő elgondolkozik. És az ő érzelmeit ez a kép mutatja, ez az arany érem természetesen utal anyagiakra is, de a párkapcsolat területén, ha az érzelmekről van szó, akkor ez az arany érem azt jelenti, hogy mennyire értékes vagy a számára. Ez a szerelem nagyon értékes a számára. Azon kívül ez az érme a föld elemét szimbolizálja, és azok a tettek a reális dolgok. A szív üzenete, a lelki üzenete, mit szeretne közölni veled,
itt van egy szerelmes pár, ugyanúgy, mint itt, tehát még egyszer megjelenik képen, és az azt jelenti, és ez a szívből jön, ez egy lelki kapcsolat, mély érzelmek, az üzenet, ő beléd szeretett. Most megkérdezném az Ingát. Lesz arra lehetőség, hogy ti egy boldog párkapcsolatot kialakítsatok? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ebből lesz egy párkapcsolat. Ha az Inga balra fordul ki, akkor nincs remény. Ha az Inga megáll, akkor jelenleg még megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Egy jó ideig meg fognak állni az események, tehát kell, hogy türelmes légy, mire lesz újra egy találkozás, de ha ti újra együtt vagytok, ebből lesz egy párkapcsolat. Kedves Mirien, így tudtam a kérdésedet megválaszolni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!